Sziasztok! Legutóbbi videóm kicsit olyan negatív sikerült, úgyhogy igyekszem most pozitív dolgokat felhozni. Nagyon jó kis események voltak. Nem időrend szerint megyek, mert most így nem is tudom, hogy hogy volt, mint volt. Viszont adott a következő sztori. Barátnőmmel voltunk Pesten, aztán jöttem haza, és hát a pesti busz az valamiért kerülőt tett, nem értem el a 7.45-ös buszomat. Hát mondom, akkor jó van, várunk egy szép kerek órát, 8.45-ig. Tudtam egyébként, hogy van 8 óra 15 perckor busz, odaálltam, nézelődtem, egyszer csak egy új busz állt be. Gyerekek, egyszerűen felpesdült a vérem, hogy azta, ez kurva jó. Hazajutok fél órával hamarabb. Egyszerűen mesés volt felszállni egy új buszra, méghozzá magyar busz, Ikarusz. Kegyetlen jó volt. Igen, hát ugye hamarabb hazajutottam. A következő. Ugye a napokban elég esős és borús az időjárás. Ben voltunk Pesten, ugyanúgy barátnőmmel, és elkapott minket az UV, vártunk a buszra, úgyhogy beálltunk valami kis fedett részre, nem esett ránk az eső. Láttuk, hogy jön a busz, oda mentünk, keménykedve odaálltam, hogy én szarázok. A sofőrnek szóltam, nagyon örült neki, mert nyilván ő is felázik, és következő, beállok az ajtóhoz, ahol fel kell szállni ugye a mozgássérültnek, kibattan egy hatalmas srác. Egy ilyen délceg fiatal ember, és fölén tartja az esernyőit. Ez mi? Ez akkora volt, gyerekek. Én csak pislogtam, nem tudtam mit kezdeni a helyzettel, de persze megköszöntem. Hatalmas. Aztán cukrászda. Elmentünk egy cukrászdába, kinéztük, már napok óta, nézegettük az interneten, és hát elmentünk. Elő nem lehetett bemenni, mert mondta a pincér, hogy menjünk hátul, hátha. Ott hátul volt egy ilyen kis rámpa, meg lehetett kerülni a dolgokat, és végül nem tudtunk bemenni, mivel volt egy fellépő a cukrászdába. A két pincérlány felajánlotta, hogy ők felraknak. De én ezt nem tudtam elfogadni, mert és komolyan legyen az, hogy meghúzza a gerincét, hogy életre tönkre teszem, aki nem fogadtam el. Viszont kaptunk lehetőséget arra, hogy egy darab asztal kikerüljön, és ott a kis kerthelyiségben romantikusan elvoltunk. Ettünk, ittunk, beszélgettünk. Na azért az a nem mindegy. Aztán busz megálló, megint csak, vártam a buszra. És hát tudjátok, nekem mindig a fülemem a fejhallgató, zenét hallgatok. És valamiért úgy rövidebbre volt fogva. És fordultam, és a telefon repült egy szépet ki az útra, vagyis hát a járdára. És csak azt hallom mellettem lévő férfit, hogy és már is ugrott a telefonért. És így emeli föl, rám néz, összerakja, mert mondom, igen, jó lenne, mert én egyedül azt ugye nem nagyon tudom, illetve hát ott az utcán nem, meg hát jött a busz, ez is sokkal gyorsabb, és összerakta is, és ez is egy hatalmas dolog volt szerintem. Hát igen, azért az emberek hozzáállása az nagyon nyom, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm mind a négy kellemes élményt. Én többet nem is kívánok egyébként. Ezeket megéri az ember, ez valami hihetetlen jó tud lenni. Úgyhogy részemről ennyi, majd hamarosan jelentkezem újabb videóval. Lehet, hogy live is lesz az az élő beszélgetés velem. Meglátjuk. Hát jó. Legyen csodálatosan szép napotok. Reméljük azért nem lesz ennyire borongós. Sziasztok!